Az Ajka TV a nyári időszakban sajátos műsorokkal lép a nézői elé. Ezekben valamilyen szempontból érdeklődésre számot tartó személyeket mutatunk be portrészerűen. Legtöbben már a helyi hírekben is szerepeltek, de olyanok is akadnak majd közöttük, akik még nem. Igyekszünk olyan dolgokat is megtudni riportalanyainkról, legtöbbször sikerrel, amik nem annyira közismertek. Mint ahogyan ez a következő beszélgetésből is kiderül, a terasz mai vendége Ivanics Ferenc, a Bakonyi Csillagászati Egyesület elnöke. Szeretettel köszöntöm a nézőket, ismét itt vagyunk a teraszon, a mai beszélgető társam Ivanics Ferenc, a Bakonyi Csillagászati Egyesület elnöke. Mikortól datálódik a szerelem a csillagászat iránt? Szeretettel köszöntelek. Én is köszöntelek, illetve köszöntöm a kedves nézőket. Hát már kisgyerekkoromtól fogva, olyan 7-8 éves koromra tehető az az időszak, amikor úgy aktívabban elkezdett érdekelni ez a téma. Hogyan viszonyult ehhez a családod, hogy teljesen megfertőződtél a csillagászattal, és innentől kezdve akkor a gyermeket semmi más nem érdekli, csak hogy kutassa az égbolt titkait? Szerintem ezzel ők úgy voltak, hogy ez amolyan divathóbort, vagy egy ilyen múló szenvedély, ami a gyerekekre, illetve a gyerekekre ez eléggé jellemző. És hát amikor én 14-16 éves lettem, akkor szerintem már ők is értették, illetve érezték, hogy ez nem csak egy múló divat hóbort nálam, hogy ez a témakör érdekeljen, hanem lényegében ez az úgymond az életvitelem, az életcélom, hogy ezeket a dolgokat, magát az univerzumnak a működését, a keletkezését, illetve maguknak a csillagoknak a világát, hogy minél jobban megérthessem, illetve megértethessem a többi emberrel is. Említetted a beszélgetés elején, hogy mi előtte, hogy pedagógusként végeztél, és utána mélyedtél el igazán ezekben a dolgokban. Egy ilyen nagyon analitikus, kutató embernek tartod magad, akinek most ez szükségszerűség volt, hogy a világegyetem működését megértsd? Nem. Inkább filozófikus alkatként tekintek magamra. Nagyon szeretek mélyen gondolkodni, más hasonló érdeklődésű emberekkel beszélgetni ezekben a témákban. Úgy gondolom, hogy minél színesebb, minél több nézőpontból, perspektívából tekintjük a csillagászat, az űrkutatás világát, annál érdekesebb dolgokat tudunk belőle kihozni. Melyik az a korosztály szerinted, amelyik leginkább fogékony? Nyilván a gyerekek, de sok bemutatótokon voltam már, és láttam, hogy a felnőttek is extázisba esnek, amikor olyan számokat hallanak, hogy fel sem tudjuk fogni, de biztos vagyok benne, hogy az egyesületetekkel első körben a gyerekek felé fordultok. Igen, igyekszünk a fiatalokat, a kicsiket is bevonni. Elvégre ők lesznek azok a későbbi felnőttek, akik a legújabb generációkat alkotják majd, és hát nem titkolt célunk, hogy egy következő amatőr csillagász, illetve természettudományokat kedvelő, szerető, művelő generációt tudjunk kinevelni. Mi a tapasztalatod egyébként ebben a témában pedagógusként, hogy mennyire érdeklődőek, illetve mennyire befogadóak az emberek, hogyha ilyen témáról van szó? Nagyon változó. Én 14 éve tartok már folyamatosan csillagászati bemutatókat, előadásokat szerte a megyében, és ez alatt rengeteg féle emberrel találkoztam, az abszolút elutasítótól egészen a teljesen befogadóig, mindenféle embertípussal. Úgy gondolom, hogy azok az emberek, akik eleve eljönnek egy ilyen programra, rendelkeznek egy alapvető érdeklődéssel, fogékonysággal, nyitottsággal az univerzum dolga iránt. Tehát akik tényleg meglátogatnak minket rendszerint, őket azért valamilyen szinten érdekelni szokta a dolog. Mikor jutottál hozzá az első távcsövethez? Az első távcsövemhez valamikor 9-10 éves korom tájéken, ez egy kicsi úgynevezett kukker, a nézők így ismerhetik, vagy vadász távcsőnek is, mi binokulárnak nevezzük. Ez egy
két szemlencsés, ugye két okuláros, két szemlencsés távcső, vadászok is ugye előszeretettel, illetve munka természetbarátok is előszeretettel használják, és hát amatőr csillagászati megfigyelésekre is alkalmas. Az a jó benne, hogy kézi távcső bárhova magammal vihetem, és az első nagy mélyeges élményeim, ahol csillaghalmazokat tudtam megfigyelni, egy-két csillagködöt, ilyen távcsővel születtek, és csak évekkel később jöttek a komolyabb műszerek. Hát ez nem egy olcsó hobbi, azért ezt lássuk be, hogy ezek a távcsövek nagyon drágák. Ahhoz, hogy ti a klubból egyesületté váljatok, kellett-e az, hogy egy tömegbázist tudjatok magatok mögött már érdeklődés szintjén, illetve maga az egyesületté válást mi indokolta? Az egyesületté válást az érdeklődésnek a megléte. Sőt, egy kicsit sajnáljuk is azt, hogy már első körben, néhány hét után, amikor elindítottuk a klubot, nem váltunk egyből, illetve nem kezdtük el egyből az egyesületté válást, habár ez így is majdnem egy éves jogi hercehurca volt a számunkra, még kicsit kifárasztott minket, de úgy gondoljuk, hogy itt Ajkán, illetve a környéken igen nagy az érdeklődés, sőt, megyei szinten szeretnénk, tehát ez az volt az egyik célunk az egyesületté válással, szeretnénk Ajkát egy központtá tenni, ami már majdnem sikerült, ugyanis vannak az egyesületünknek most már veszprémi, tapolcai, balatoni, sümegi, veszprémi, Zirc környék és várpalotai tagjai is, tehát szerte a megyéből vannak már tagjaink, követőink, akik jönnek hozzánk, akikkel együtt dolgozunk, jó barátok vagyunk, és az a legfontosabb, hogy egy nagyon jó baráti kör kialakításán dolgozunk, és ez szerintem sikerült is már eddig is. A nyár biztos, hogy alkalmas arra, hogy megcsodáljuk az égbolt titkait, és számtalan rendezvénnyel várjátok az érdeklődőket. Emellett nektek, mint család, mire van időtök, vagy teljesen elköteleződtetek? Hát igen, ez egy nagyon jó kérdés. Sokszor probléma számunkra, főleg a feleségemmel, hogy nem jut egymásra elég időnk. A legtöbb szabadidőnket ugyanis tényleg fölemészti, de nem is érezzük úgy, hogy fölemészti az amatőr csillagászat, illetve az ismeretterjesztés, mert ez számunkra egy olyan kellemes hobbi, egy kikapcsolódás, ami igaz, hogy már kezd egy kicsit nagyobb méreteket ölteni, és ezért aztán több energiát is ölünk bele, de igyekszünk azért egy kis szabadidőt, szabad teret magunknak hagyni, és ilyenkor elmegyünk együtt kirándulni, kövületeket gyűjtünk, ásványokat gyűjtünk közösen, élvezzük a Balaton felvidéket, élvezzük a Bakony gyönyörű természeti kincseit. Nekünk ez az abszolút kikapcsolódás. Hoztál nekünk érdekességeket. Igen. A 3D-s nyomtatással készült marsot, ezt most megfognám. Csak nyugodtan. Azt hittem, hogy sokkal nehezebb, de nem könnyű egyébként. Üreges belülről. És borzasztóan látványos. Egy kicsit mesélj nekünk erről, hogy most mit tartok a kezemben. Most a marsnak egy kicsinyített mását tarthatod a kezedben, ahol a méretarányok jócskán el vannak túlozva. Tehát a valóságban nem ennyire markáns, nem ennyire kidudorodó a marsnak az adott térsége, illetve nem ennyire bemélyedő. A valóságban épp, hogy ki tudnánk tapogatni a felszíni formákat, ez azért van, hogy még azok is, akik úgymond messzebbről tanulmányozzák ezt a kis modellt, vagy közelről kézbe veszik, szépen végig tudják tapogatni. Látássérültek számára is egyébként egy nagyon jó eszköz. Egy látássérült ember számára én úgy gondolom, hogy például igazi térbeli kép alkotására alkalmas eszközről beszélhetünk. Végig tapogatja, és az elméjében egy térbeli képet, rajzot képes ezáltal összeállítani, és hát a jövőben igyekszünk ilyen 3D nyomtatott eszközökkel még előállni, illetve legyártani őket a 3D nyomtatónk segítségével, és ha minden jól megy, akkor néhány éven belül szeretnénk egy vakok és gyengéllátók számára egy érzékenyítő programot is beindítani, de erről többet nem mondhatok, ezt az egyik egyesületi tagunk Békési Zoltán dolgoztak, illetve dolgozza most is folyamatosan ki ezt a projektet, reméljük, hogy minél előbb megvalósul, ez lesz az első ilyen kezdeményezés Magyarországon. Úgyhogy a Mars
amúgy is most reflektorfényben van, ugyanis most lesz nagy Mars közelség, pontosabban a hetekben, napokban jár a legközelebb bolygónkhoz ez az égi test, és hát bizony azért is került az emberiség érdeklődésének középpontjába, mert már évszázadok óta, évezredek óta foglalkoztat minket, hogy mi lehet ezen a kis vörös égi testen, és hát pont egy mai tudományos publikáció is arról szól, hogy például most a déli pólusvidéken, tehát mutatom is, tehát itt egy körülbelül másfél kilométeres jégréteg alatt folyékony vízű rétegeket találtak a Marson, még a pontos nagyságát nem tudják, pontosan a mélységét, annyit tudnak róla, hogy körülbelül 20 kilométeres, és ez forradalmi felfedezésnek számít a Mars kutatásban. Ez is azt mutatja, hogy naponta, vagy hetente, évente mindig át kell írni az ezzel kapcsolatos tudásanyagot, és mindig mi is próbáljuk frissíteni, és hát friss tudásanyagot átadni. Tehát a tudományos publikációkat is követnetek el, illetve gondolom az érdeklődéseteket az is jelzi, hogy mindannyian egy baráti társaság voltatok, akik emellett egyesületté szerveződtetek. Számomra még az is felfoghatatlan, hogy azok a léptékek, amit ti a világűrben figyeltek, az hogyan adható át, mint tudás másoknak, hiszen nagyon nehéz ezt mindenféle fizikai tudás és igazi elmélyült tudományos háttéranyag nélkül megérteni. Gondolkodtatok-e abban, hogy ebben is segítetek a befogadásban, hogy könnyebb legyen végig hallgatni egy-egy előadásotokat, mert csak ámulva hallgatjuk, hogy milyen számokkal dobálóztok. Hát igazság szerint a szakkori foglalkozásaink, melyek minden hónapban az Ajkai Babucsa civil házban kerülnek megrendezésre, ott pont, hogy igyekszünk a lehető legérthetőbben, legjobban elmagyarázni tagjainknak ezeket a jelenségeket, a világűr működését, mechanikáját. Pont azért, mert tagjaink között jelentős mennyiségben vannak gyermekek, akiknek nem minden esetben vannak még meg az alapvető fizikai tanulmányaik ezen a téren, és bizony ilyenkor egyszerűsítve kell elmondani, és úgy gondolom, hogy néhány klubtagunkkal, illetve pontosabban egyesületi tagunkkal dolgozunk ezeken az előadásokon, én úgy gondolom, hogy sikerül is az esetek 99%-ában ezt megvalósítani, illetve más hivatalos előadásaink során is igyekszünk mindent a lehető legegyszerűbben, legközérthetőbben elmagyarázni az érdeklődő közönségnek. Sok tervetek van a jövőre nézve, biztos vagyok benne. Elárulhatsz a titkokat? Van-e olyan nagy projekt, ami most készülőben van? Van, több is. Az egyik ugye az érzékenyítő program, amit egyelőre nem tudjuk, hogy mikor ér be a célfázisba. Viszont vannak más elképzelések, illetve már olyan projektjeink, amikhez már az eszközöket elkezdtük beszerezni. Az egyik ilyen egy úgynevezett kartonplanetárium lesz. Ez első lesz Magyarországon. Úgy tudom, hogy még nem építettek ilyen rendszert. Ez a mobil planetáriumok mintájára fog épülni, csak míg egy mobil planetáriumi rendszer maga a kupola is csak kb. 500 000-nál kezdődik, addig mivel egyesületünk egyelőre nagyon kevés forrásból gazdálkodhat, mi ezt néhány 10 000 forintból fogjuk kihozni, házilag előállított, illetve barkácsolt eszközökkel, és úgy gondoljuk, hogyha nem is tudjuk 100%-osan azt az élmény nyújtani, mint egy hivatalos planetárium, de megközelíteni azért meg fogjuk tudni, és ez lesz a következő év nagy dobása, illetve egy másik egyesületi barátom, pontosabban egyesületünk alelnöke Weiss András egy úgynevezett magas légköri ballon projekten dolgozik, mert reméljük, hogy a jövő évben végre tudunk hajtani. Ennek az lenne a lényege, hogy innen Ajkáról indítanánk körülbelül 30-40 kilométeres magasságba, légkörünk határára, már majdnem a világűr peremére egy kutató ballont, ami fényképeket készítene, és hát ugye Ajkáról is fantasztikus felvételek készülhetnének így a magasból, illetve mivel Ajkáról indulna az Ajka 1-es nevű ballon, ez lesz a neve valószínűleg, ezért aztán ez úgymond Ajkának is egy kisebb úgymond nevet, hírnevet szerezhet, és ez az egyik célunk, hogy fölhívjuk a figyelmet
a magas légkörre, a világűrre, illetve a csillagászatra, ilyen különböző, úgymond egy kicsit extravagáns programok segítségével. Említetted, hogy a feleséged is amatőr csillagász, hogyan képzeljük el egy amatőr csillagász házaspár otthonát? Gyűjtetek sokféle dolgokat, és az úgy ott mind ott van. Körülbelül így kell elképzelni. A barátaink, amikor el szoktak hozzánk látogatni, akkor egyből az az első mondatuk, ami elhangzik, hogy úristen, nálatok olyan, mint egy múzeumban lennénk. Félig meddig igen. Hova lehet leülni? Van egy úgynevezett könyvtárszoba, ahol több száz kötetnyi szakirodalom, illetve tudományos fantasztikus irodalom van, és ott bizony már nagyon nehéz leülni. Ott tartjuk a távcsöveket, kövületeket, az ásványokat, ugyanis ezzel is foglalkozunk, illetve ugye a meteoritok, illetve az azokhoz kapcsolódó segédeszközök, bemutatási eszközöket is külön terekben, például a tetőtérben tároljuk nálunk, és több más egyesületi tagunknál már szobák vannak tele az évek alatt összegyűjtött, illetve adományok által megkapott hagyatékokból ránk maradt könyvekkel, segédeszközökkel, távcsövekkel. A jelentős részét sajnos helyhiány miatt ki sem tudjuk rakni. Úgyhogy abban reménykedünk, hogy a jövőben talán Ajkán lesz egy termünk, vagy egy helyünk, ahova mindent ki tudnánk rakni, hiszen a szemléltető eszközeink mennyisége, ami már a mi saját gyűjteményünkben is van, az már eléri egy-egy olyan egyesületnek a szintjét, amik már 20-30-40 éve működnek, és erre nagyon büszkék vagyunk, hogy 3 év működés alatt ezt a több évtizedes gyűjtögetést ezt lényegében mi be tudtuk sűríteni. És hát igen, a mi házunk is ez valahogy így néz ki, illetve néhány szobája az így néz ki, még a hálószobánk is egyébként, úgyhogy. Honnan szerzitek be az ásványokat, illetve a kőzeteket? Hogy vannak ilyen bőrzék, ahová elutazik az ember, és azt mondja, hogy egy ilyet szeretnék, és akkor azt ott megvásárolja, vagy kapja. Hogyan zajlik ez? Hát igazság szerint a legtöbb esetben egyszerűbb módon történik. Van egy Kereszti Zsolt nevű barátunk, illetve több más barátunk is, lehetne még Kormos Balázs barátunkat is említeni. Ők mind-mind meteorit gyűjtők, hivatalos úgynevezett IMCA tagok. Ez az IMCA, ez az International Meteorite Collectors Association, tehát ez a Nemzetközi Meteorit Gyűjtők Szövetségének tagjai, akik elismertek mind Magyarországon, mind pedig nemzetközi szinten, és őtőlük eredeti hitelesített meteorit példányokat szerzünk be. Nagyon ritkán ellátogatunk bőrzékre is, és ott is cserélünk, veszünk, illetve eddig egyszer sikerült ellátogatnunk Európa 5. legnagyobb becsapódási kráteréhez, a németországi Ries kráteréhez. Ez egy pici 25 km átmérőjű kráter, és ott sikerült impact anyagot, úgynevezett szuevitet gyűjteni. Ebből egyébként Ajka is kapott egy jóval több mint 10 kg mostömböt, egy nagyon szép példányt. És akkor térjünk vissza a távcsövekhez, hiszen az elmúlt időszakban több érdekes távcsövet is beszereztetek, amivel most már egészen különlegességeket lehet látni az égbolton. Melyek voltak ezek az eszközök? Hát sikerült nem is igazán az egyesületnek, hanem magánúton beszereznünk még az egyesület alapításának heteiben egy úgynevezett 40 cm átmérőjű Newton dobzon kialakítású távcsövet. Azt kell róla tudni, hogy ez egy olyan fénygyűjtő képességű műszer, melynek a kapacitása, pontosabban a fénygyűjtő képessége megegyezik a Pannon csillagda legnagyobb 40 cm-es műszerével. Szeretjük is azt úgymond hangoztatni, hogy mi ezt azt a teljesítményt, ami a csillagdában fixen, helyhez kötötten áll rendelkezésre a látogatóknak, mi ezt mobil formában tudjuk kb. 15-20 perc telepítés alatt bárhol a megyében, vagy Ajka környékén az érdeklődők rendelkezésére bocsátani. Ez lényegében most a legnagyobb távcsöve az egyesületnek, és például holnap is kint lesz itt az Agórán, illetve szeptember 1-én lesz egy nagyon klassz csillagos égbolt túránk fönn a Sárcsi kútnál, és ott viszonylag fényszennyezésmentes környezetben fantasztikus dolgokat fog elénk tárni ez a műszer, melynek a kapacitása már azért megegyezik kisebb csillagvizsgálók kapacitásával. Úgyhogy én bátorítok mindenkit, hogy látogasson el hozzánk, vagy csatlakozzon köreinkhez, mert nagyon szívesen látunk bárkit, és nagyon szívesen megmutatjuk a legnagyobb távcsöveinkkel az égboltnak a leghihetetlenebb jelenségeit is.
Egy ilyen távcsőnek a birtokában mire vágyik még egy amatőr csillagász? Mi az, ami a szíved vágya? Hát a szívem vágya, az már nem az én szívem vágya, hanem az már az egyesületnek a vágya. Ennyi szemléltető eszköz, könyvtári gyűjtemény, ahol több száz kötetnyi folyóirat, könyv áll a rendelkezésünkre, ezeknek az elhelyezése a távcsövekkel egyetemben már problémás. Mint hogy említettem már, legalább 2-3 padlásszoba tele van, de nem csak nálunk, hanem több más egyesületi tagunknál ezekkel az eszközökkel. Olyan mennyiségben sikerült összegyűjtenünk ezeket az eszközöket, hogy már el tudnánk ők, ha kapnánk egy termet, egy kisebb raktárhelyisége, vagy csak egy termet, amit mi magunk rendezhetnénk be, lényegében olyan szinten tudnánk berendezni, mint akár a Magyar Csillagászati Egyesület Polaris csillagvizsgálóját, sőt, szerintem szemléltető eszközök szempontjából egy kicsit talán több mindent is ki tudnánk helyezni. Hozzáteszem ezt 3 év után, tehát ez tényleg egy nagy teljesítmény, tehát lényegében erre vágyunk, egy saját kis térre, esetleg itt Ajkán, hát remélem, hogy Ajkán, mivel Ajkai Egyesület vagyunk, és ezzel megteremtve annak a hagyományát, hogy Ajkából egy valódi amatőr csillagászati központot csinálhassunk, ugyanis ilyen nincs a megyében. Ott van a Pannon csillagda, ott van a Balaton csillagda, ezek mind bemutató csillagdák, melyek lényegében anyagi haszon fejében nagyon, nagyon jó eszközökkel ugyan, sőt nemes célokkal, de csak azok számára állnak rendelkezésre, akik úgymond befizetik ezeket a belépőket. Mi mindezt ingyen, non-profit alapon szeretnénk biztosítani az embereknek, de nem csak nekik, hanem a megye amatőr csillagászainak. Tehát Ajkából szeretnénk egy amatőr csillagászati központot ezáltal kialakítani. Hozzáteszem, ez már majdnem megvalósult, ugyanis a Babucsa Civil Házat működtető baráti kör egyesület már nagyon sokat segít nekünk abban, főleg, hogy helyet biztosítanak, hogy ezt félig meddig meg tudjuk valósítani, de mivel nem tudjuk az eszközeinket kirakni, ezért egyre égetőbb szükség van egy ilyen helyre, ahol tényleg ki tudjuk rakni, és az érdeklődőket, iskolás csoportokat tudunk fogadni. És hát a következő lépés, amire vágyunk, az egy saját bemutató csillagda létrehozása lenne, és az a vicc a dologban, hogy mindezt szintén meg tudnánk oldani egyesületi kereteken belül, csak a hely hiányzik hozzá, ugyanis mi magunk tudnánk építeni egy ilyen csillagdát, pontosabban egy eltolható tetejű kis csillagdát, már a műszerek is készen vannak, minden, csak a hely, ez az egyetlen problémánk. De ha ez is megvalósul, akkor az a tervünk, hogy egy olyan csillagdát hozunk létre, melyet iskolai pályázatok keretében lehet megpályázni a távcső időt, és csillagászati vizsgálatokat lehet majd végezni esetleg fizika szakon hallgató, vagy fizika csillagászat tantárgyakra specializált, orientált középiskolás hallgatók számára is. Tehát ilyen sem létezik még nagyon a megyében, sőt egyetlen helyen sem itt a Veszprém megyei térrészben, úgyhogy ez is teljesen újdonság lenne, és ezzel is szeretnénk a lehető legtöbb embert bevonni, és Ajkának egy új értéket, egy új közösségi értéket adni. Hát bízunk benne, hogy ez megvalósul, és igen, létrejön majd ez az Ajkai csillagda. Én ehhez nektek nagyon jó kikapcsolódást kívánok a nyárra, meg jó csillagászkodást. A nézőknek pedig azt kívánom, hogy nekik is legyen jó nyaruk, és tartsanak velünk legközelebb, is lesz még terasz a nyáron. Viszontlátásra!